Az online közgyűlés után vette észre azt a határozatot az ellenzéki frakcióvezető, amelyet a pécsi polgármester hozott. Tudtuk meg Csizmadia Pétertől csütörtökön. A frakcióvezető azt mondja, 20 millió forint került rossz helyre. Ő az online közgyűlésen azt javasolta, hogy a vendéglátásban, turizmusban dolgozó pécsieken segítsenek ezzel a pénzzel. Kapjanak egy egyszeri bérpótló támogatást, erre egy 20 milliós keretben tettem javaslatot. Ezt gyakorlatilag egy tolvonással és egy szó nélkül lesöpörték az asztalról a baloldali koalíciós képviselők és polgármester úr arra hivatkozással, hogy hát ha majd egyszer talán a kormány kompenzálja a várost, akkor majd lesz rá keret, hogy ezeket a bajba jutott embereket megsegítse az önkormányzat. Azonban ezt a 20 milliót nem sajnálta a saját embereitől a pécsi polgármester, mondja a frakcióvezető. Ennyi pénzért bízta meg újra az ügyvédeit, hogy folytassák az átvilágítást a városi cégeknél, intézményeknél. A közgyűlést és minden képviselőt megkerülve egy olyan döntést hoz saját körben a polgármester úr, amely gyakorlatilag egy ugyanilyen összeg erejéig a baráti ügyvédeknek egy újabb jó kis pozíciót és újabb megbízást eredményez, akkor kérdezem én, hogy itt nem kellett volna megvárni a kormánynak az álláspontját? Vagy úgy tűnik, hogyha saját magukról van szó, akkor szabad kezük van, viszont hogyha a pécsiek érdekeit kell képviselni, és a pécsieken kellene segíteni, akkor megy a kormányra mutogatás. Az önkormányzati választás után még 2019. novemberében kezdtek munkához az átvilágító ügyvédek. Eredetileg azzal a céllal fogtak munkához, hogy az új városvezetés tisztánlássa Pécs pénzügyi helyzetét, a cégeknél, intézményeknél végzett gazdasági tevékenységeket. Erre eredetileg fél évet szántak, de már másfél éve folyik az átvilágítás, és most ezt hosszabbítják meg egy évvel, mondja a politikus. Ellenzéki oldalon azt mondják, valójában a kommunikációs trükk az átvilágítás, hiszen politikailag évekig lehet lebegtetni az elszámoltatást. Ezt támasztja alá, hogy az eddigi átvilágítások részletes eredményét a városvezetői oldalon sem ismerik, amit számon is kért a Momentum és a DK a polgármesternek írt levelében. Az ügyben kerestük a városházát, később reagálnak az ellenzéki felvetésre.